A második felkészülési mérkőzésen, amit az elmúlt szombaton játszottak le a Tisza melletti városi stadionon, a Becsey 1918 ifjúsági futballklub 2-1-re legyőzte a nagybecskereki Rádnicski csapatát. Ugyanezt az eredményt érték el az első felkészülési meccsen is a Vojvodina futballklub ifjúsági csapata ellen. A Kékfehérek szakbizottságának vezetője Milan Bélic kiemelte, hogy minden mérkőzés és győzelem nagyon fontos, mert ezáltal épül a csapat önbizalma és karaktere. Nagyon elégedett vagyok a fiúkkal, tekintettel arra, hogy mindössze 2 hete dolgozunk együtt. Azt kell mondanom, hogy minden feladatot maximálisan megoldanak. Ezek fiatal sportolók, akik már játszottak alacsonyabb ligákban, a 4. vagy 5. Ők mind a baráti klubokból vannak itt. Látom, hogy nagyon nehéz nekik, mert többen már régen edzettek, tehát ez most a felkészülés időszaka. Azért is hívják így, hogy ez idő alatt teljes erőbedobás dolgozzunk és felkészüljünk. Ők tulajdonképpen maximálisan megfelelnek minden követelménynek, úgyhogy ezen a téren nincs semmilyen észrevételem. A felkészülési mérkőzések sorozatában az óbecseiek hétfőn összemérték erejüket a Vojvodina futballklub első csapatával, szerdán Törökbecsével játszanak, szombaton pedig a bácsföldvári futballcsapattal mérkőznek meg.